Saba királyfi az Székely. Ismét hazakerül úgymond a Csaba királyfi rockopera, és most talán, mivel már ugye megélt még egy előadást Magyarországon, és volt ez a Szárhegyi történet, ami ugyancsak elég jól sikerült, remélem, hogy még nagyobb, még grandiózusabb siker lesz, mint ami eddig történt. Tehát, sőt, biztos vagyok benne. Csaba, Csaba királyfi, tovább itt ne hadakozz, ez csapda, megölnek, ahogy megölték Attilát is, Nimród élet fája ellen törnek. Ha győzöl, ha vesztesz, akkor is megölnek. Ezzel kezdődik a darab, hogy tudjátok-e, hogy ki volt Csaba királyfi. Van-e valami saját elképzelése arról, hogy ki volt Csaba királyfi? Hát mivel nem vagyok történész, ezért nem tudom olyan mélyrehatóan a Csaba királyfi történetét, viszont úgy gondolom, hogy az a fajta érzület, ami kell ehhez a műhöz, az megvan bennem. Tehát, hogy magyarnak, székelynek érzem magam, és mindenképpen az összetartó ereje az, ami fontos ennek a műnek, vagy bármilyen kulturális megmozdulásnak a székelység vagy a magyarság körében, mert nem tudjuk, hogy mi vár ránk az elkövetkező évtizedekben, vagy évszázadokban. A székelység sorsa azért meg van pecsételve, úgy gondolom, és minden ilyen fajta megmozdulás fontosnak tartom. Pannoniában, a felvidéken felejthetnek a magyarok. Az Alföldön, a délvidéken felejthetnek a magyarok, de mi nem felejthetünk. Akkor ért utol a lámpaláz, mikor úgy mentünk a színpad fele, és láttam, hogy mennyien vannak. Azt mondtam, bakker, ennyi ember előtt, nem lesz egyszerű. Fú, hát szerintem arra nagy buli lesz. Szerintem rengeteg ember lesz, elkezdve 5 évestől, ne túlozzak, 60-70 évesig. Most már mivel a reklámja is nagyobb lett, és most már elment a híre egész Erdélyben, plusz Magyarország, én csak annyit mondhatok, hogy nagy siker lesz. Mindenkit várunk szeretettel. Augusztus 15-én. Csíksomjon, este 8-tól.